A faluban másfajta szállás lehetőségek is vannak. Ebben a turista paradicsomban például lehet biciklit bérelni, gyerekbiciklit is, és bármerre induljanak el, abból bizony kirándulás lesz. Várgesztesen áthalad az országos kék túra útvonal, úgyhogy aki csendre, békére, nyugalomra, jó levegőre vágyik, annak itt a helye. És ha már elegük volt a kirándulásból, akkor másfajta kényeztetésekre is van lehetőség. Úgy érzem, valami nagyon egészségeset és nagyon finomat fogunk főzni. Mi lesz ez? Így van, a mai nap egy majorannában és vörösborban pácolt kacsamelfilét, erdei gombás, erdei gyümölcsös, kevert salátával fogunk készíteni. Első lépésként a kacsamellet fogjuk megsütni, és közben elkészítjük a salátát. A kacsamellet durva borssal megszórjuk, majd a forró serpenyőben a bőrös felével elkezdjük sütni. Miért fontos, hogy a bőrös felével kezdjük el sütni? Mert a bőrös feléből kisűr majd a zsír, és az robogossá fog sülni utána. Félretesszük a kacsamellet, hagyjuk egy picit pihentetni, majd elkezdjük a salátát elkészíteni. A salátákat igény szerint lehet késsel összevágni, vagy egyszerűen kézzel összetépkedni, keverőtálba helyezni, ízesítjük pici sóval, citromlével, mézzel, hozzáadjuk az erdei vegyes gyümölcsöt, a pirított vargányagombát, és az olívaolajat, illetve az egyik nagyon fő alkotó részét, mivel körtével ízesítjük még, ezért balzsamos kölötercetet is fogom beletenni. Az erdei vargányagombát felszereteljük, és egy nagyon kevés olívaolajon, pici sóval meg fogjuk pirítani, és ezt fogjuk még a salátába belekeverni. Hiányzik még valami. Készítünk valami desszertet? Igen, készítünk egy kis csokoládés desszertet. Ez egy csokoládé felfújt lesz, amit megbolondítunk egy kis narancssal. Méghozzá a tésztájában narancslekvárt fogunk sütni, és készítünk hozzá egy vérnarancs öntetet. Először is kivajezzük a formákat, amit utána meghintünk porcukorral, majd utána a tojássárgáját porcukorral kikeverjük simára, hozzáadjuk a lisztet, a tejszínnek a felét, majd közben felvegyük a tojás fehérje habot, és egy harmadik edényt is befogunk, azt pedig a csokoládét felolvasztjuk a maradék tejszínnel. Ezt a hármat fogjuk összedolgozni, és beletölteni a formákba, majd 190 fokos sütőben körülbelül egy olyan 15-20 percig sütni. Nem is olyan bonyolult. A narancs öntet nekem nagyon bonyolultnak tűnik. Nagyon egyszerű öntet. A vérnarancsot kifilézzük, kis vajon megfuttatjuk serpenyőben, majd felöntjük vörösborra, beforraljuk, és gránátalmok magot beleszórjuk, ezzel rottyan egyet, és kész. Elkészültek az ételek, jó étvágyat kívánunk!